Az ellenzéki előválasztás Székesfehérváron 2021-ben együttműködés helyett szétesést és baloldali belviszályokat hozott. A kampányban a Demokratikus Koalíció fehérvári jelöltjét, Földi Juditot obsorozással vádolták meg. A válasz online arról írta a 2021-es ellenzéki előválasztásról szóló cikkében, hogy a DK elnökségi tagja hazudott, amikor az általa aláírt fethetetlenségi nyilatkozatban letagadta offshore cég végét. Földi Judit emiatt beperelte a baloldali orgánomot. Ezt a pert vesztette most el másodfokon. Válaszolna én az előválasztási kampányban azt állította rólam, hogy offshore tulajdonom van, és hogy hazudtam akkor, amikor aláírtam a feltetetlenségi nyilatkozatot, és ez akkor sem volt igaz, és ez most sem igaz. A, az ítélet arról szól, amit még nem is kaptunk készhez, hogy közszereplőként minden nemű véleményt ő tűrnöm kell, és a válaszolány velem szemben az általuk megismert dokumentumok alapján ezt a véleményt fogalmazták meg, és hogy, hogy nekem ezt, ezt el kell tudni viselni. A fővárosi ítélőtábla jogerős ítélete szerint a Válasz Online megalapozottan írta azt a véleményt, hogy a DK elnökségi tagja hazudott, amikor az általa aláírt fetetetlenségi nyilatkozatban letagadta offshore cégét. Rácné Földi Judit kérdésünkre elmondta, fellebbezni fog. Uriánál fogunk fellebbezni és megyünk tovább. Én pontosan tudom, hogy, hogy nem hazudtam, és nem, 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 nem követtem el semmit, úgyhogy szeretnék a végsőkig harcolni az igazamért. Ráczné földi Judita jó hírneve megsértése miatt indított pert a DKS képviselő ügyvédje, Siffer András.